A Parabola riporteriskolája. Tisztelt riporter hallgatók! Gyors talpaló magánriporteriskolánk egyik legalapvetőbb követelménye az, hogy a riporter legyen mindig fölényes és lehengerlő a riportaranyjal szemben. Különösen akkor, hogyha a talpáig sem ér fel. Ilyenkor persze nagyon vigyázzunk, hogy ne tegyünk fel meggondolatlan kérdéseket, mert könnyen rajta kaphatnak. Figyeljük csak! Én is a maffia tagja vagyok. Nézze, nem tudom, nem láttam a tagsági könyvét, de hogy azoknak az érdekeit szolgálja, ezt műsoraiból egészen világosan látni. Ha az orcátlan riportalany kekeckedik, utasítsuk rendre a kis szemtelenjét. Döbbenten hallgatom őt. Hogyan mondhat ilyet? Hát úgy, ahogy most mondtam. Hát persze, sajnos előfordulhat, hogy minden igyekezetünk ellenére a riportalajnak mégis sikerül kinyögnie néhány értelmes szófoszlányt, de ezt minden áron meg kell akadályozni. Tragikus helyzetet ez nem eredménye. Hát de tragikus abban az értelemben, hogy politikailag megosztott ez a 20 év óta ilyen tragikus. Igen, helyzet. És tragikus a személyi helyzet, 20 év túlméretezett, nyeri a költségvetési pénzeket, és ez így most fog maradni. Most mi a helyzet most? Ketten beszélgetünk, vagy én nekem is néha közben lehet igen, szólni? Igen. Ha az ilyen erőszakos riportalanyok mégis megmukkadnak, akkor rögvest tudassuk a nézőkkel, hogy csak is nekünk lehet igazunk. Azt hiszem, hogy a nézők egyetérthetnek velem. Ha a riportalanyt már jól felhergeltük, azonnal vágjuk a képébe. Elég volt, pofa be! Vagy valami finomabbat, hogy megtudja, ki az úr a háznál. Hogy menjünk is gyorsan tovább, miatt elragasztatja magát. Az olyan menő riporter, aki vidéken már docens úrnak hivatja magát, szóval a profi riporter nem lacafacázik, hanem egyszerűen eted, belerágja, belecsócsálja a riportalany szájába a választ. Ezzel, ha elég agyafurtan csináljuk, országvilág előtt besározhatjuk a riportalanyt. Sőt, még a kollégákat is. Miért gondolja ön, hogy létezik egy zsidó maffia Magyarországon? Ezt én nem mondtam, ezt ön mondja. Hát persze előfordulhat, hogy a trükk nem jön be. De nem kell szóval nem kell beijedni. De elvégre a riporter feje sem káptalan. Ha valamit nem tud, nyugodtan blöfföljön bele a nézőképébe. Valahogy így. A Václav Klaus, hát mondjuk a szociáldemokrata, de most ez nem túl érdekes. Na bum, hát ez most nem jött be. De kit érdekel, hogy még a profi riporter sem tudja, hogy Václav Klaus cseh miniszterelnök nem szociáldemokrata, hanem éppen ellenkezőleg jobboldali konzervatív politikus. De hát ez nem túlságosan érdekes. A Václav Klaus, hát mondjuk a szociáldemokrata, de most ez nem túl érdekes. Ezt most azért ismételtük meg, mert az ismétlés a tudás anyja. Mert egy kis csúsztatással, egy kis történelem másítással a belevaló riporter bármelyik magyar egyénre ráhúzhatja a vizes lepedőt. Boros Péter belügyminiszter úrnak, Keresztes Fischer úr, egykori belügyminiszter a példakép, amit a belügyminiszter úr elismert. És hát ugye tudjuk, hogy Keresztes Fischer úr belügyminisztersége idején volt a zsidó holokauszt, amihez asszisztáltak magyar csendőrök is. Jó, hát ez remek döfés volt. Ezt tanítani kell. Hát ide figyeljenek maguk kis riporterecskék. Ezt a balga mucsai publikumot valahogy így kell megetetni. Szemrebben és nélkül a szemükbe kell linkelni, hogy maga Keresztes Fischer vitette el a zsidókat Auschwitzba. Mert ugye az nem túl érdekes, hogy a nácik 44-ben először éppen Keresztes Fischer belügyminisztert hurcolták el Auschwitzba. De erről nem a riporter tehet. Hát persze, nagy kihívásokkor azért kerüljük az ilyen nyílt színvallást, mert ráfázhatunk. Egyébként is a jó riporter nem gondolkodik, hangosan. Majdnem azt mondtam, hogy lelkem legmélyen MDF-es vagyok, csak az ilyet az ember nem mond. Honnan veszi ön azt, hogy bármiféle informális, illegális kapcsolat volna újságírók között, hogy minket irányíthatnának, hogy én beállnék a sorba.
Egyszerűen nem értem. Akkor bennem egy világ dölt össze, ha ön így gondolkodik. Na hát azért annyira nem dölt össze bennem. Hát annyira világ, nem, de... Mint ahogy most mondja. Micsoda feneketlen mélysége van ennek a riporteri léleknek. Ahogy nem mondta ki, amit kimondott. Hát ez csodálatos. Hát hiába a szakmát csak profiktól szabad tanulni. Tanulni, ahogy már Lenin elvtárs megmondta, és a jelszó. Egy lépés előre, két lépés hátra. Nagyon közel álltam a keresztény demokráciához. Most is a legközelebb azt hoznám már. De hát legyünk őszinték, ez egy garnitúra. Ez a beszéd. Szerintem a nagyon-nagyon független riporter mindig bátran vallja meg pillanatnyi hovatartozását. Ez a független újságírás alfája és omegája. Valószínűleg valamelyik liberális pártra fogok szavazni. Na ne bulok, mára ebből ennyi elég. A további hűségnyilatkozatokra a választásig még van idő, s van még tucatnyi párt is. Ahogy a legnagyobb pecsing Alfonz Mária Zita Rebeka még a rendszerváltás erőt megmondta, boldogok azok, akik azt hiszik, hogy megfogták az Isten lábát. Megfogtam.